Új vezetővel, de a régi lendülettel keltek útra az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület túrázói április 16-án a Budai hegyek meghódítására. Az 50 fős társaság a művelődési ház elől indulva egy órás buszos utazás után a Kisvasút végállomásától Hűvösvölgytől vette az irányt a Makovec Imre által tervezett Imre kilátó felé. A bátrabbak fel is merészkedtek az építményre, de voltak itt visszatartott a viharos erejű szél, és ők inkább a kilátó tövéből szemlélték a gyönyörű tájat. Ezután egy rövid hűvösvölgyi kitérő után már a következő úti cél az Apáti szikla, egy dolomit rög következett, amely az Ördögárok Lipót mezei szakasza fölé emelkedik falszerű, meredek lejtőjével. Innen a társaság egy másik magaslathoz, az Árpád pihenőhöz vonult, amely a 113 kilométeres országos kék túra egy igen népszerű, a közelmúltban megújult állomása. Itt egy kis pihentető nézelődés közben volt idő szendvics és néhány kort tea elfogyasztására is. Következett az oroszlán szikla, amely a jelenlegi állapotában nemigen emlékeztet oroszlánra, ám a névadás pillanatában egy bozontos, sörényes fejrész is tartozott még hozzá, innen az elnevezés. Ez volt a mintegy 12 kilométeres kirándulás csúcspontja, innen a kiinduló ponthoz, a Hűvösvölgyi vasúthoz ereszkedett a csapat, itt egy lángosozás és fagyizás következett, majd kisvártatva indult haza a társaság. Legközelebb a Velencei hegység lesz a célpont, ez a túra június 4-én indul majd, és információink szerint érdemes gyorsan jelentkezni rá, hogy le ne maradjunk a következő élményekről.